1952. szeptember 24-e történelmi fordulatot jelentett Székelyföldön. Akkor jött létre a Magyar Autonóm Tartomány. Erre az akkori kommunista vezetésű Romániában szinte senki nem számított. Érdekes módon mindkét közösséget, a románokat és a magyarokat is meglepte a Marosvásárhely központú régió kialakítása. Mindössze néhány évvel korábban ért véget a II. Világháború. A párizsi békeszerződéssel a székelyek által lakott régió Észak-Erdéllyel együtt visszakerült Romániához. A 20. században már harmadszor változott az államhatár, az egykori határőrök leszármazottai az ország közepébe kerültek akárcsak 1918-ban. Egy félkatonai szervezet, a Manyu Garda magyarok elleni erőszak sorozatára válaszul, a szovjetek katonai közigazgatást vezettek be. Csak 1945. márciusában adták át a hatalmat Észak-Erdélyben Romániának, miután kommunisták kaptak helyet a kormányban. Már akkor érzékelhető volt, hogy a kisebbségi sors mellett egy új politikai rendszer is kihívást fog jelenteni a székelységnek. A kommunista modellt a keleti szomszéd diktatúra, a Szovjetunió alkotta és erőltette rá a befolyási övezetének számító Kelet-Európa jelentős részére. Petru Groza, a magyarul is kiválóan beszélő akkori miniszterelnök nevéhez fűződik a nemzetiségi statútum, bár ezt Moszkva nyomására fogadták el. A jogszabály széleskörű nyelvhasználati, kulturális és oktatási jogokat biztosított volna a romániai magyarságnak. Közben gőzerővel folytatódott a hatalomátvétel, a pártállam erőszakosan megszerezte a magántulajdon nagy részét. A vállalatokat államosították, a földbirtokokat kisajátították. Akitől már elvettek olyan dolgokat, hogy amiért nem, hogy ő még a nagyapja is komolyan megdolgozott, hát az lelkileg úgy megtörte, hogy már épp egészséges ember nem. Csak olyan cammogó, átalakuló embereké váltak. A kiemelkedően fontos közbirtokossági területek sem maradhattak a székely falu közösségek tulajdonában. A hatalom kegyetlenül leszámolt az ellenszegülőkkel, őket osztályidegennek minősítették és bebörtönözték, vagy kényszermunkára hurcolták. A Magyar Autonóm Tartomány kialakításakor már befejeződött a kommunista hatalomátvétel. Az új román alkotmányban szereplő régió több mint 13.000 négyzetkilométeres területéhez tartozott a történelmi Székelyföld mellett Felső Marosmente is. 10 rajonnak nevezett kis régióból állt, a magyarság számaránya meghaladta a 80%-ot. A központnak számító Marosvásárhely lakosságának túlnyomó többsége is magyar anyanyelvű volt. Nem volt előzménye, annak sem, hogy létrehozzák. Az égből pottyant 1952 nyarán, az aratás kellő közepén, egy durva kollektivizálási kampány kellős közepén, ráadásul pont azokban a napokban, hetekben nagy letartóztatási hullám kezdődött az országban, egész Romániában. Tehát igazán mással is voltak elfoglalva az emberek, és egyszer csak jön ez az új alkotmánytervezet, és benne a Magyar Autonóm Tartomány. Az erdélyi magyar önrendelkezés gondolata már a modern román állam létrehozásakor megfogalmazódott. A két világháború közötti időszak komoly megpróbáltatást jelentett a kisebbségi sorsot első alkalommal megtapasztaló közösség számára. Ellenük számos korlátozó, sok esetben megalázó intézkedést hoztak. Ehhez képest szinte forradalmi változásnak tűnhetett az autonóm tartomány megalakítása. Akár Székelyföld sajátosságainak elismeréseként is értékelhették volna az itt lakók. Az viszont tény, hogy a bukaresti vezetés nem önszántából kezdeményezte a nemzetiségi helyzet sajátos rendezését. A Szovjetunió határozott kérésére, azt is mondhatnánk nyomására született meg a Magyar Autonóm Tartomány. Tehát a magyarok, még ha szerették is volna ezt, nem kérték, tehát ez nem a magyar kommunista elit és a román pártvezetés közötti alkunak az eredménye, hanem a szovjetek azt mondták az új román alkotmányra, állítólag Sztálin kézzel írta, ceruzával, kézzeljárással írta be a román alkotmányba, a készülő román alkotmányba, hogy lesz egy ilyen magyar autonóm tartomány. Sztálint már fiatal korában komolyan foglalkoztatta a nemzetiségi kérdés, tanulmányokat is jelentetett meg a témában. A történelem egyik legvéresebb kezű diktátoraként maradt meg az emlékezetben.
Teljhatalmú vezetőként nem csak a Szovjetunióban volt döntő szerepe, hanem meghatározta a világháború utáni Kelet- és Közép-Európa sorsát is. Romániát 1965-ig Gheorghe Gheorghiu Dézs vezette. Hatalmát jelzi, hogy arcképét mindenhová kifüggesztették. Sztálin portréi szintén felbukkannak a kor rendezvényein, sőt, még életében róla nevezték el az egyik erdélyi tartományt. Számos park, utca és intézmény viselte a diktátor nevét a szocialista államokban. A marosvásárhelyi közigazgatási palota előtt a kapitóliumi farkas szobrának másolata áll, a település vélt latin eredetét hirdetve. Helyén az 50-es években a szovjet vezető nagyszabású emlékműve határozta meg a tér arculatát. Akár Sztálin a magyar autonóm tartomány létrehozásában játszott érdemeiért is emelhették volna az alkotást. Abban a korban viszont nem hangsúlyozták azt, hogy a román alkotmányt Moszkvában hagyták jóvá. Nem kérdés az sem, hogy miért volt fontos ez a régió a szovjeteknek. Ők a világháború tapasztalataiból kiindulva jól tudták, hogy az erdélyi magyarság sorsa nem csak Románia, hanem Magyarország számára sem mellékes. Ez egy unikum Európában. Tehát ez egy teljesen egyedülálló képződmény, ez a nemzetiség politika, és ez elsősorban annak tulajdonítható, hogy a szovjetek így akarnak egyensúlyt teremteni ebben a kérdésben. Ez nagyon fontos. Egyensúly ahhoz, hogy még jobban ellenőrizhessék ezt a területet, tehát Erdélyt, ami problémás lehet, és ezzel sakban tartani mindkét fél, tehát a románokat is és a magyarokat is. Mindenki kapjon valamit, senki ne kapjon túl sokat, és főleg ne akarjon még többet. Ez egy nagyon okos politika, és Sztálin ebben azt kell mondjam, hogy mesterien játszik. A lakosságot egészen váratlanul érte a magyar autonóm tartomány létrehozása, nem csak a székelyek, hanem a románok is meglepődtek. A két közösség ellentétes előjelű érzelmekkel viszonyult a helyzethez. A románok is kétkedve fogadták. Erről van egy pártjelentés is, hogy például a Tusnádon üdülő románok másnap egy jelentős része hazautazott másnap, mert nem tudták, hogy lesznek-e határok vagy pénz. Tehát, hogy egyáltalán nehéz volt fölfognia. Gondoljunk bele abba, hogy a világháború, tehát 45 óta alig telt el 7 esztendő, 6-7 esztendő, elevenen élt az emberekben a csatolás, visszacsatolás emléke. A románok pánikba estek. A helyi román lakosság úgy értelmezte ezt a dolgot, hogy a bukaresti államvezetés elárulta őket, elárulta a román közösséget, és odadobta a Székelyföldet, odadobta Marosvásárhelyét, odadobta Toplicát, vagy éppen Szovátát a magyaroknak. Azt hitték sokan, hogy akkor most a román iskolákat be kell zárni, és minden magyarul fog menni. A kommunista párt ilyen körülmények között nem bízhatta a véletlenre az autonóm régió létrehozásának magyarázatát. Több százezer példányban nyomtatták ki románul és magyarul is a Szküntéjá központi pártlap kiadványát. Ebben szerepel annak beismerése, hogy a két világháború között Romániában kegyetlenül elnyomták a nemzeti kisebbségeket. Külön hangsúlyozták azt, hogy épp a román nép alapvető érdeke a magyar autonóm tartomány megteremtése. Országszerte agitátorok járták a falvakat, gyűléseken tartottak eligazításokat. Amikor összehívták ezeket a falugyűléseket, vagy lakógyűléseket, vagy üzemi gyűléseket, összeterelték az embereket, és elmondták nekik, hogy nagyjából miről lenne szó, tehát hogy mi változik, miben változik az élet. Még a hivatalos iratok is, tehát a pártdokumentumok, a sajtó egy része, illetve a Szküntéjának és a különböző lapoknak a levelezési osztálya olyan kérdéseket rögzített, tehát olyanokat kérdeztek az emberek, hogy például most akkor lesz-e határ? Tehát mindenkinek rögtön az 1940-es bécsi döntés jutott eszében a Székelyföldön elsősorban, amikor szintén égből pottyant egy olyan döntés, ami radikálisan megváltoztatta mindennapokat. A magyar autonóm tartomány felkerült tehát Románia térképére. Hozzátartozott a négy korábbi székelyek által lakott megye. Csík, Udvarhely, Háromszék és Maros.
az 1956-os népszámlálás szerint több mint 730 ezer lakójának 77%-a volt magyar, a románok 147 ezeren éltek itt, többségük a Felső Maros mentén. 12 város, 229 község és 659 falu alkotta a régió település szerkezetét. Valós önrendelkezésről nem lehetett szó a diktatúrában. A központosított államban a politikai és gazdasági kérdéseket Bukarest diktálta. Tudomásom szerint egyetlen törvény, amelyik az autonómiát említi, az a tartományokat létrehozó törvény, ahol az autonóm tartomány a többi tartományok között fel van sorolva. A normális az lett volna, hogy legyen alkotmánya, vagy ha nem is egy alkotmány, hanem egy szervezeti szabályzat, abban a törvényben ne felsoroljanak 20-mennyi tartományt, hanem az autonóm tartomány, hogy egy különleges intézmény, az egy külön szakaszban jelenjen meg, tehát hiányzik a ilyen szempontból teljes mértékben az a törvény úton történő szabályozás, ami megadja az autonómiának a lényegét. Tehát jogilag nem volt autonómia, azt kell mondjuk. A vezető elit kiválasztása Romániában is hasonló volt, mint a szovjet befolyás alatt lévő többi országban. A lojalitás volt az elsődleges szempont, tehát a rendszerhez való viszonyulás, azonosulni kellett a kommunista ideológiával, el kellett fogadni. Nem volt elég elfogadni, mert néha periódikusan voltak szűrő vizsgálatok, tehát ezt úgy nevezték a korabeli nyelvezettel mondva, hogy verifikálások, amikor rengeteg embert rúgtak ki a pártból. Tehát a felvállalása az ideológiának volt az első fontos kritérium, és ugyanakkor nem ártott, hogyha volt egy mozgalmi múlt, tehát a két világháború között, hogyha te illegalista, kommunista voltál, akkor mindenképpen 45 után, 47 után előnyöket élveztél a pozíciószerzésben. Ilyen mozgalmi múltja volt Csupor Lajosnak, a tartományi pártitkárnak. Ő a 30-as években a börtönben ismerte meg György György Udést, a későbbi pártvezért. Tudjuk György Udés politikai életrajzából, hogy alapvetően azokban bízott, akiket ismert, ez elég természetes, és azokban bízott a legjobb, akik kitartottak a börtönben is. Tehát akiket, és onnan válogatja aztán 48 vagy 52 után módszeresen a munkatársait és a potenciális utódokat. És úgy választódik ki például országos szinten Nikolaj Ceausescu. Nem a képességei miatt, hanem egyszerűen azért, mert ott ült a börtönben, nem volt Moszkvában, mint Anna Pauker, vagy éppen Luka László, vagy más vezetők. Tehát nem volt azzal gyanúsítható, hogy esetleg szovjet ügynök, vagy nagyon kompromittálódott volna a szovjetek oldalán. És Csupor Lajos tartományi szinten, vagy székelyföldi szinten az az ember, aki ott született, ő valóban vásárhely volt, ismerték a városban. A kommunista berendezkedés után viszont már Csupornak volt lehetősége börtönbe küldeni embereket. A 40-es évek második felében a rendőrséget vezette Vásárhelyen. Kevés információ maradt fent róla, ez egyébként jellemző a tartomány többi vezetőjére is. Nem tudjuk lekövetni az ő magánéletüket, nincs Securitate követési dossziéjuk például, nem tudjuk. Az ő személyiségük gyakorlatilag eltűnik a párttevékenységben. Annyit tudunk például Csuporról, amit 1952 végén egy a párt által készített ilyen pszichológiai jellemzés elmond. Például nagyon harcos, hogy nagyon elkötelezett a párt iránt, túlságosan elfő, tehát ragaszkodik a saját eszméhez, türelmetlen, néha agresszív a munkatársakkal szemben. A tartomány létrehozásának legfontosabb eredménye az volt, hogy a 20. század második felében első és egyben utolsó alkalommal hivatalossá vált a magyar nyelv Románia egyik régiójában.
A történelmi Székelyföld területén mindkét nyelven lehetett ügyeket intézni a hivatalokban. Ez tagadhatatlanul komoly előrelépést jelentett a nemzetiségi jogok terén, javult a közösségi önértékelés. Még a pártgyűléseken, tanácskozásokon is magyarul folyt a kommunikáció. Amikor György Judés, a Román Munkáspárt főtitkára Marosvásárhelyre jött egy tartományi gyűlésre, akkor is gondoljunk bele, manapság mennyire furcsa lenne, ha így történne, vagy a 80-as években, vagy 70-es években így történt volna. Magyarul zajlott minden, és Dézsnek egy magyar elvtárs fordított a fülébe súgva. Ugye fordító berendezés akkor még nem volt abban az időben. A levéltárakban megőrzött dokumentumok bizonyítják, hogy az autonóm tartomány hivatalaiban készített iratok, jelentések 80%-át magyarul fogalmazták meg. A román pártvezetésnek és a bukaresti hivataloknak küldött aktákat fogalmazták románul, vagy fordították le az államnyelvre. A közigazgatás és a pártszervek nagy része, sőt, horribile dictu, még az állambiztonság is, tehát a Securitate tisztek nagy része az 50-es években a magyar autonóm tartományban magyar anyanyelvűek. Ami azt is jelenti, hogy egy magyar gyanúsítottnak a kihallgatását nagy többségben magyarul fogják elvégezni, a jegyzőkönyv néha magyarul is készül el, vagy pedig románul, de azt tudhatjuk, vagy sejthetjük, hogy az a kihallgatás éppen valószínűleg nem románul zajlott, hanem magyarul, és a tiszt aztán, vagy valaki helyette lefordítja azt a szöveget, és csinál belőle egy románt. Tehát tehát a magyar nyelvnek erősebb a presztízse. A tartományban az igazságszolgáltatás területén is engedélyezték az anyanyelv használatát. A csíkszeredai Magyari Tibor jogot végzett, pályája elején ügyészként dolgozott Erdőszentgyörgy és Gyergyószent Miklós rajoni bíróságain. Az ügyészségen bent egymás között a bírósági tárgyalásokon mindig magyarul beszéltünk, és ha az ügyfél történetesen nem tudott magyarul, akkor románul beszéltünk. Tehát nem volt semmi korlátozottság arra, hogy valahol ne használjuk a magyar nyelvet. A tárgyalást is magyarul folytattuk le, az ügyvédek is általában magyarok voltak, a felek legtöbbször magyarok voltak, és magyarul mondtuk el a beszédünket, románul írtuk meg az iratokat. A korra jellemző koncepciós perekkel a katonai bíróságok foglalkoztak, így ezek elkerülték Magyari Tibort, aki néhány év után már a Gyergyó rajoni pénzügyi hivatalt vezette. Az 50-es években ott szintén általános volt az anyanyelv használat. A Gyergyó rajon nagy mértékben 90% körül valószínű magyar lakta terület volt. A kéréseket írásbeli, a lakosság részéről magyarul fogadtuk, vagy ki amilyen nyelven ohajtotta beadni, és a válaszokban magyarul is válaszoltunk, ha olyan kérdés volt, hogy azt magyarul megírhattuk, de ha olyan probléma merült fel, ami esetleg fellebbviteli szervekhez kerül, mondjuk egy tartományhoz, vagy esetleg Bukaresthez is fellebeznek, panaszkodnak, akkor románul írtuk meg, hogy ne kelljen fordítani. Az oktatás mindig kiemelt téma volt a román-magyar viszonyban. Az autonóm tartományban minden szinten adott volt az anyanyelven tanulás lehetősége. A brassói származású Balla Árpád 1957-ben végzett a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen. Az egyetemnek a oktatása, ahogy mondtam, tiszta magyar nyelvű volt, és több magyarországi professzor volt, aki az utódokat itt kinevelte, és nekik az utódjai ők nevelték tovább az orvostársadalmat itten, a magyar nyelvű orvostársadalmat. És azt kell megemlítsem, hogy tulajdonképpen abban az időben, amikor még egyetemista voltam, és utána is az első alorvosi versenyvizsga 60-ban, amikor versenyvizsgáztam Baróthról,
hogy udvarhelyre kerüljek, illetve hogy egyáltalán szakorvos lehessek, gyerekgyógyász szakorvos. Akkor a vizsga az Marosvásárhelyen volt megszervezve, és tiszta magyar nyelven írtuk az írásbelit, szóbelit, mindent. A tartományközpont lakossága az 50-es években még magyar többségű volt. Deák Vilma akkor a Baróti Könyvtár munkatársaként többször vett részt Marosvásárhelyen magyar nyelven tartott felkészítőkön. Az órák megvoltak rendesen tartva, és rengeteg gyakorlat volt. Tehát a nagy könyvtárban a régi könyvtárosok mellett dolgoztunk, és a mindennapi teendőket végeztük, és nekem ez volt a nagy élmény, hogy én egy ilyen gyönyörű városban, mint Marosvásárhely, ennyi időt eltölthettem. És rendes szabadidőnk volt, akkor mehettünk színházba, bárhova a szabadidőbe, még a Vikken telepre is jártunk úszni, úgyhogy nagy élmény volt. Azon kívül nagyon sok kirándulást szerveztek. Gyakorlatilag az egész autonóm tartomány területét jó részt bejártuk. A továbbtanulás viszont sokak számára álom maradt. Voltak, akiket nem megfelelőnek bélyegzett származásuk miatt középiskolába sem vettek fel. Az egyetemeken még szigorúbb volt az ellenőrzés. Kubanek Zoltán a Székelykeresztúri tanítóképzőben tapasztalt megkülönböztetést. Én pionírosztályba kerültem. Édesapám kicsi paros volt, asztalos volt, és akkor már volt itt Keresztúron egy asztalos szövetkezet, annak az egyik munkása volt, tehát munkásszámára. De volt olyan, akinek a udvarhelyen, udvarhelyi Kraft nevezetű fiú, aki azért nem kerülhetett, de nagyon jó tanuló volt. Mert nagy kertészetük volt udvarhelyen. Ilyen megkülönböztetés. Vagy a falusi fiúk közül, akiknek kulák származásúak, akik kulák származásúak voltak, azok még a tanítóképzőbe is nehezen kerültek azok be. A földművesek életét egész Romániában megnehezítették. Az állam kvótarendszert állított fel. A beszolgáltatásra még akkor is kötelezték a gazdákat, ha kevés volt a termés. A tehetősebb gazdákat kuláknak, osztályellenségnek nyilvánították. Kusztos Vilmos apósát is megkurcolták. Nekik már a kollektivizálás szinte jött. Mert megszabadultak attól a nagy tehető gondtól, hogy állataik békelet kultúrrendszerét adja a gabonát, amikor a cséplőgép csépelt az udvarán, a cséplőgép segínél ott volt a fegyveres őr, ott volt az írnok, aki mérte a gabonát, addig, amíg a kirőlt mennyiséget nem tették le külön, addig a padlást a gabona fel nem került. És olyan is volt, akinek nem lett annyira mennyit be kellett szolgáltani, meg kellett vegye. Úgyhogy nehézség volt, éppenséggel elég. A kollektivizálást az autonóm tartományban helyi, tehát főleg magyar kommunisták hajtották végre. Ez egy nagyon fontos dolog, mert nekik kell a helyiek nyelvére lefordítani azt, hogy éppen Bukarest mit gondol és mit akar. És ez az, hogy Bukarest mit gondol és mit akar, körülbelül évente vagy van, hogy havonta változik. És ezeket a változásokat nekik le kell menedzselniük. Meg kell érteniük és meg kell értetniük. A helyi kommunisták jelenlétükkel legitimálták a rendszert, így kisebb volt az ellenállás. A szövetkezetek erőszakos létrehozásával a magánföldtulajdont szinte teljesen felszámolták. Székelyföld egy hagyományosan agrárvidék volt. Tehát a 20. század közepén még a lakosságnak kétharmada mezőgazdaságban dolgozik. Az ipara jellemzően élelmiszeripar, könnyűipar és a faipar, ami a két háború közöttig dominál, és ez nagyjából utána is megmarad a 60-as évek, 70-es évek fordulójára.
Ebből a szempontból ugye a Magyar Autonóm Tartomány a Székelyföld legnagyobb részét integrálta, és gazdaságpolitikailag így nem igazán volt érdekes az ország vezetése számára. A beruházási összegeknek körülbelül 2,5%-át kapta a Magyar Autonóm Tartomány az 50-es években. Általában a kisipart fejlesztették. A kommunista korszak Romániájában a fejlesztésre szánt anyagi források legnagyobb része a hagyományos ipari központoknak számító nagyvárosokba került. Erdélyben Brassó, Kolozsvár számított ilyennek, de a fémfeldolgozásban az osztrák-magyar monarchia idején fontossá vált Resicát is kiemelten kezelték. A kommunista gazdaságpolitikának a központjában az erőltetett iparosítás áll. Ennek egyrészt ideológiai oka is vannak, tehát az egész korszakban az ipart tartották a modernizáció hordozójának. Az iparhoz szorosan kapcsolódik a munkásság, a kommunista hatalom meg ugye a munkás osztálynak, mint osztálynak a képviselőjeként, az akarataként lép fel. Ellentmondásos módon a nyilvánvaló gazdasági nehézségek ellenére a korra jellemző volt az alacsony hatékonyságú munkaerő és az anyagi források pazarlása. Romániában a 4 legnagyobb ipari központ kapta a fejlesztésre szánt pénzek közel 40%-át. Az üzletekben a 40-es évek végén és az 50-es évek elején jegyrendszer volt érvényben. Deák Olga szüleivel Brassóból költözött Székelyudvarhelyre. Mindenki kapott egy jegyet, és abban rá volt írva egy ruhának, egy cipőnek, és akkor külön a kenyérnek, hogy lehessen megvenni a kenyeret, és akkor avval mehettünk vásárolni. És emlékszem, hogy egy pár bakancsot vettünk valamelyik testvéremnek, mert olyan volt pénz se. A székelykeresztúri Kubanek Zoltán 1955-ben végezte el a tanítóképzőt szülővárosában. Marosvásárhelyen kapott állást, ahol pedagógusi keresete épp a létfenntartásra volt elég. Olyan kicsi volt a fizetésünk, na tanítói fizetés volt, 432 lej. Ennyi volt a fizetés. 5 hónapi keresetemből vettem egy inget magamnak és egy nadrágciat, a nadrágciat azért, mert lefogytam, és esett le a nadrágom. Az állami ünnepségeken viszont látványos felvonulásokon éltették a rendszert. Senki nem maradhatott ki a sorból, propaganda szerepet szántak a művészeknek is. A mai Románia területén már a 20-as években megalakultak a művész szakszervezetek, mint igazi érdekvédelmi szerveződések. Ezeket 50-ben egy dekrétummal megszüntették, hasonló volt a zenészek esetében is, meg mások körében is. Megszüntették a képzőművészek szakszervezetét, és 50. októberétől létrehozták a Román Népköztársaság képzőművészeinek országos szövetségét. Ez volt az a pillanat, amikor a kulturpolitika rátette országosan a képzőművészeti életre a kezét. Nem mindenki vett részt a rendszer dicsőítésében. A párt jóváhagyása nélkül viszont nehéz volt a boldogulás. Az alkotói szabadság eltűnt a nyilvános térből, hiszen ehhez kommunista politikusok jóváhagyására volt szükség. Ők szabták meg az elveket, hogy most mit vár el az állam, a szocialista állam, és mint nevelő jellegű tematikát ajánlták a művészek számára, hogy olyasmit fessenek, ahol a munka van dicsőítve, a munkás ember van dicsőítve, és semmi esetre sem az intellektuál vagy egyéb más kategória. Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen akkor építettek művelődési házat, mindkettőt a Szovjetunióból származó szocreál elvei határozzák meg. Ennek az ideológiának az akkori képviselői ezt úgy gondolták, hogy az igazi értékek valahol a klasszikus kultúrába, az antik kultúrába keresendők. Ami biztos talajon állt. És akkor oda jutottak, hogy egyfajta
neoklasszicizmusba kezdtek gondolkodni. És akkor ezt erőltették rá az építés társadalomra, na most ezt kell csinálni. A kultúrházak antik szentélyre emlékeztetnek. Az ókor építészeti motívumai jelennek meg a szovjet katonák csíkszeredai emlékművénél is. Mi vidékünkön az a kevés épület, ami született a szocialista idők első évtizedében, ha így tetszik, az ma is felvállalható, sőt, értéket képvisel, nem csak funkcionális értéket, hanem esztétikai értéket is képvisel. Felállították, hogy művészi követelmény szükséges. Sőt, még azt is, hogy milyen irányzat felé kéne orientálódni. Tehát itt a hatalom visszaélt, már sok minden más területen, de itt is visszaélt ezzel is. És megtehette, mert más lehetőség nem volt egy építésznek. Azt mondták, hogy szociálban, igen, ez szerint az ideológia szerint kell csinálni, akkor azt szerint csinálta. Volt, aki meggyőződésből csinálta, és azt nem kell elítélni. A rendszer nyilvánvaló ellentmondásait propagandával próbálták ellensúlyozni. A munkásoknak agitátorok tartottak előadásokat, volt olyan település, ahol könyvtárosokat bíztak meg a feladattal. Délben a könyvtárosnak ki kellett menni az ebédidőbe, és a dolgozóknak újságolvasást kellett tartani, és politikai leckét kellett tartani. Egy film kezdete, egy film, mikor elmentünk a moziba, akkor is előtte kellett valaki beosztott tartson egy politikai előadást. Szóval ez nagyon rossz volt. Olyan kedvesek voltak a nénik, mert szerettek engem, és én is igen őket. Megismertem ugye őket, itt voltam sokáig, itt éltem le az életemet, és mondták, hogy ó, Vilmika, beszélgessünk egy kicsit, hagyjon békén, ne olvasson semmit. Mondom, jó, és akkor beszélgettünk. Hát ők akkor kellett volna pihenjenek, nem újságolvasást tartani nekük, vagy hasonlókat. Az akkor felállított szobrok közül több a mai napig idézi a korszak szemléletét. Ilyen a Marosvásárhely főterén álló román katonát ábrázoló monumentális emlékmű. Talapzatán a domborművek a mintának tekintett társadalmi osztályokat jelenítik meg. Abban a korban készült viszont a híres matematikusokat, Bolyai Farkast és fiát Jánost ábrázoló alkotás. Bolyait semmiképpen sem mondanánk sem forradalmárnak, sem a kommunista ideológiával bármilyen módon kapcsolatba hozható személynek, de lévén, hogy a magyarok átmentették ezt a kulturális örökséget, megjelent Bolya is ebben az időszakban, és arra hivatkozva, hogy Bolyai ugye egy előrelátó, egy gondolkodó, a konzervatív, visszahúzó, egyházi dogmák ellen, vagy ellenében a racionalitás, a tudást előtérbe helyező személyiség volt, tehát ilyen szinten el lehetett adni. De Petőfit is el lehetett adni forradalmárként, Dózsa Györgyöt is el lehetett adni forradalmárként, és még sorolhatnám. És ezt mind-mind úgy tette az akkori magyar kulturális elit, hogy folytatta valamilyen szinten a régi magyar kulturális örökséget. Tehát ilyen szempontból nagyon fontos volt ez az autonómia. A Marosvásárhelyi Kultúrpalota adott otthont a legfontosabb intézményeknek. Az Állami Székely Színház és a Népi Tánc Együttes jelentős eredményeket ért el egy olyan korban, amikor nem csak a kultúrára fogékony nézők, hanem a titkos rendőrség is kiemelt figyelemmel követte az előadásokat. Egy sajátos oázisa volt ennek a világnak, ennek a rendszernek az anyanyelv használat miatt, hogy a magyarok részarányosan vettek részt, sőt néha fölülreprezentálva a vezetésbe, legyen szó politikai, kulturális vagy gazdasági vezetésről, és a másik, hogy létezett egy önálló kulturális intézményrendszer, amelyet a korabeli struktúrák, ideológiák, keretek között kellett működtetni, de lévén, hogy magyarok működtetik, magyarok határozzák meg annak a működési mechanizmusait, számos olyan elemet be lehetett lopni, be lehetett vinni az ideológiai ernyő alá, amely a magyar kulturális örökséget tovább éltette ezen a vidéken.
A magyar autonóm tartományt is úgy lehet felfogni a közel 10 éves fennállás alatt, mint egy olyan üvegház, mint egy olyan szerkezet, amit létrehoznak valakik valahonnan, tehát Bukarestből, Moszkvából, de mégis segíti ennek a közösségnek és ennek a kulturális szerkezetnek a fennmaradását, sőt, bizonyos értelemben a felvirágoztatását. Mert ez a furcsa dolog ebben a matban, hogy egyrészt ott állunk a nagyon durva, nagyon kemény, nagyon véres 50-es évek közepén, és mégis azt látjuk lentről, hogy minden magyarul zajlik, és hogy maguk a helyi szervek, maguk az állami szervek, maga a párt is rettenetesen sokat foglalkozik azzal, hogy magyar tartalommal töltse be ezt a légüres teret, ezt a dobozt, amit magyar autonóm tartománynak nevezünk. Úgy éreztem, úgy éreztük valamennyien, hogy nem vagyunk másodrendű állampolgárok, de sajnos azelőtt is Brassóban és azután is egész életemet úgy kellett leéljem, mint másodrendű állampolgár. Tehát az óriási különbség volt a kisebbségek és a többség közötti különbség. Úgyhogy ez nehéz volt megszokni, de hát sajnos meg kellett szokni, és el is telt az itt. A magyar autonóm tartomány határain kívül élő erdélyi magyarság számára viszont nem biztosították a nemzetiségi jogokat, sőt, a városokban jelentős betelepítésekkel változtatták meg az etnikai arányokat. Az 50-es évek végére, ha nem is látványosan, de javult az ország gazdasági teljesítménye, igaz, az életszínvonal meg sem közelítette a nyugati országokét. Ezt kevesen tapasztalhatták meg személyesen, mert a külföldi utazást abban az időben a vasfüggöny szinte lehetetlenné tette. Császár Odett még a II. Világháború előtt született Párizsban. Szülei gazdasági okokból költöztek Franciaországba. A családot a harcok előtt kiutasították az országból, hazatértek Erdélybe. A háború után Odett édesapja visszament Franciaországba, feleségét és lányát azonban nem tudta vinni magával. A család szétszakadt, az akkor 6 éves kislány csak jóval később, 29 évesen láthatta újra édesapját. Senki nem ment akkor külföldre, innen elmenni nem lehetett. Hát többször kértem az útlevelet, hogy apukámot látogassam meg, szó sem lehetett róla. Mindig próbálkoztunk. A levelem felbontva minden, bulletinnel lehetett küldeni levelet, mindig elkérték a bulletin, minden adatom be volt írva, úgyhogy, és a leveleim meg, amik jöttek, mind fel volt bontva, volt, amit meg se kaptam, de hát mi nem politizáltunk, csak hogy vagy, mint vagy, küldött csomagot, abból is a felét kilopták, úgyhogy nagyon szomorú, kemény idők voltak. A két szocialista ország, Románia és Magyarország között alig volt forgalom a 40-es évek végén és az 50-es évek elején. Mindössze néhány száz vízumot bocsájtottak ki évente. Az autonóm tartomány helyzetét viszont alapjaiban változtatta meg az 56-os magyar forradalom, ami komoly visszhangot váltott ki Erdélyben. Ha megnézzük az akkori pártjelentéseket, tehát az október 23-24 utáni pártjelentéseknek és a lezajlott népgyűléseknek a hangulatát, akkor azért nagyon jól látszik, hogy egyrészt mindenki Budapestre figyel, a párt megdöbben azon, hogy mennyien hallgatják a magyar rádiót, és hány ember tud befolyás alá vonni az az esemény sorozat, tehát az a forradalmi esemény sorozat, ami Magyarországon zajlik. A forradalmat a román pártvezetés felhasználta arra, hogy leszámoljon az általuk megbízhatatlannak minősített személyekkel. Számos papot, tanárt, művészt és egyetemistát tartóztattak le. Ez korábban is jellemezte a rendszert. Mártonáron gyulafehérvári püspököt már 1949-ben börtönbe hurcolták. Megszületik 58 második felében a Sánta Antal pap elleni per a Szentdomokosi, Csíkszentdomokosi Mártonáron szülő falujáról van szó, tudjuk.
a per, és elítélik 12 évre, azzal a hamis váddal, hogy vallásos foglalkozás arra szolgált neki, hogy a nagy diáklányokkal szexuális kapcsolatot létesítsen. Ez volt a vád, nyilván hamis vád volt, tudjuk. Nekünk a lányok, és nekem személyesen is, ezek utolsó éves 10-11-es lányok voltak, ők elmondták, hogy ebből egy szó sem igaz. Az viszont igaz, hogy tánccsoportot szervezett velük a pap, irodalmi összejöveteleket a falu részére. Tehát egy közösségi ember volt, nem csupán egyházi vagy vallásos vonatkozásban. És ez viszont már sok volt a román kommunista pártnak. Puskás Attila a Csíkszeredai Liceumban tanított biológiát, szabad idejében pedig tanártársaival együtt kulturális rendezvényeket szervezett. 1959-ben koncepciós per indult ellenük is. A vádirat szerint nacionalista eszméket terjesztettek a diákok között. A biológia tanár 56-ról szóló verse volt az egyik fő bizonyíték. Alkotását felolvasta nyilvánosan, ezt a társadalmi rend elleni felforgató tevékenységnek minősítette a hatalom. Kialakult az a 11 emberből, 6 tanárból és 5 diákból álló csoport, amit csíkszeredai tanár diákcsoportnak, vagy máshol puskás csoportnak kereszteltek el, mert én lettem a fővádlott aztán a legtöbb büntetést is elnyert vádlott. Na most ez mindjárt a Sánta per után, vagyis a Szentdomokosi per után következő nagy csíkszeredai per volt, amelyik ezúttal nem a úgynevezett klérikális reakciót vette tűz alá, hanem a nacionalizmust, a magyar nacionalizmust, ahogy nevezték, akkor is nevezik most is. Tehát azokat, akik a magyar önismeret és öntudatnak az alapján álltak, és a magyar kultúrának a fejlesztését tartották feladatuknak. A 9000 romániai politikai elítéltnek, köztük a Puskás csoport tagjainak, az 1964-es közkegyelem adta vissza a szabadságát. Az amnestiával Gyorgyu Dezs a nyugati világ előtt akart jó pontokat szerezni. Korábban szintén taktikai lépés volt az 56-os forradalom tudatos félremagyarázása. A magyar forradalom idején Erdély és a magyar kisebbségek kérdése nem egy központi elem a forradalmárok követeléseiben. Ezt azért nagyon fontos hangsúlyozni, mert rögtön 56 után a román hivatalos értékelésben megjelenik egy olyan vonulat, ami végigmegy a politikai és az állambiztonsági értékelésekben, miszerint 56 egy nacionalista megmozdulás Magyarországon, és a magyar forradalmárok egyik fontos célja az elveszített területek visszaszerzése lett volna. 1958-ban Romániába látogatott a magyar pártvezetés. Kádár János nyilvánosan megerősítette azt, hogy Magyarország végleg lemondott Erdélyről. Ilyen külföldi látogatást nagyon-nagyon ritkán látunk, hogy egy szomszédos országnak a teljes vezetőségét külön vonattal utaztatják Románián keresztül majdnem 10 napig. És végig hurcolják az országban, Dél-Erdélytől kezdve, Bukaresten át, Moldávián, vagy moldvai részeken, és aztán Marosvásárhelyen keresztül Kolozsvárig, és úgy vissza, hogy láttassák az egész országnak gyakorlatilag, hogy itt van az új magyar vezetés, tehát 1958-at írunk, 56 után, ezek az emberek leverték a forradalmat, ezek az emberek konszolidálták Magyarországon a szocializmus, és ami még fontosabb,
ezeknek az embereknek nincs semmiféle követelésünk velünk szemben. És ki is mondják kétszer is, tehát Bukarestben is, és Marosvásárhelyen Kádár János, illetve Kálai Gyula pontosan ezt mondja el, hogy van nekünk elég földünk, nincs követelésünk, semmiféle követelésünk Romániával szemben, és higgyék el nekünk, hogy lemondtunk mindenféle revíziós gondolatról. Nemes Levente színész ott volt az elhíresült marosvásárhelyi beszéden. A helyszínen több mint 10 000 ember várta a magyar vezetők látogatását, erre egyébként egy hideg februári napon korán reggel került sor. Tele volt a tömeg várakozással, csalódottan távozott, mert az, hogyha egy potenciális támogató leveszi a kezét a magyar kisebbségről, a romániai magyar kisebbségről, az nem volt öröm. Bukarest pontosan érzékelte, hogy eljött az idő a magyar kisebbségnek adott kedvezmények visszavonására. György Judés egyébként már 1953-ban bejelentette, hogy végleg megoldották az országban a kisebbségi kérdést. A magyar közösség többsége ezernyi szállal kötődik, kulturális, lelki, nemzeti szállal kötődik az anyanemzethez. És a pártvezetés azt a következtetést vonta le, hogy az önálló intézményrendszer jelenti ennek a kötődésnek a magját, az origóját, és ezeket kell felszámolni. Ekkor kezdődött el az önálló intézményrendszer összevonása a román intézményes rendszerre, tehát vegyes iskolák, vegyes egyetem, a Bábes-Bolyai Egyetem születése, és a Magyar Autonóm Tartomány átszervezése is, mert nem megszüntetésről beszélünk, első lépésként mindig átszervezés volt, utána megszüntetés. 1960. decemberében, néhány nappal karácsony után jött létre a Maros-Magyar Autonóm Tartomány. A történelmi háromszék területe Brassóhoz került, cserébe jelentős román lakosságú területeket csatoltak az új régióhoz, ami kevesebb jogot biztosított, mint elődje. A magyarság számaránya lecsökkent 62%-ra. A régi vezetőség sem maradhatott a helyén. Ezeket az embereket egyszerűen félrelökik, és az ő életművük, ami azért mégis a Magyar Autonóm Tartomány, ami azért mégis egy általuk igazgatott, alapvetően magyar nyelvű terület, tehát a Székelyföld, az gyakorlatilag elillan. És akkor őket vagy nyugdíjazzák, kényszernyugdíjazzák, előre nyugdíjazzák, vagy éppen elteszik úgymond elfekvőbe valamilyen nagyobb állami intézményben, a leghíresebb eset Csupor Lajosé, akit érdemei elismerése mellett, ahogy mondani szokás, 50 évesen felköltöztetnek Bukarestbe, és a szövetkezeti központ egyik alelnökévé választják, ami egy kellemes pozíció tényleges hatalom nélkül. Az új párttitkár az a Josif Bánk lett, aki Bánk Józsefként született, de nem akart megszólalni magyarul. Teljesen más szemléletet képviselt, mint elődei, és ezzel nem volt egyedül. Addig, amíg például a Magyar Autonóm Tartományban vigyáztak arra, hogy az etnikai arányok legyenek betartva, a Maros Magyar Autonóm Tartomány időszakában már egyre inkább érkeztek a román nemzetiségű vezetők, tehát elkezdődött az a folyamat, ami aztán tetőződött később a 70-es években, hogy a magyar elitet szépen lassan kiszorították a fontosabb gazdasági, társadalmi és politikai pozíciókból. A tartomány központjába viszont jelentős fejlesztéseket terveztek, köztük az ország legnagyobb vegyipari üzemét. Ekkor Marosvásárhely és vidéke nagyobb fejlesztéseket él meg, főleg azért, mert ekkor kezdik el építeni a vásárhelyi vegyipari kombinátot. Kézdi és Sepsi rajonok pedig teljesen Brassó kiszolgálására kerülnek. Olyannyira, hogy a 68-as megyésítés után még kritizálják is a helyi lapokban ezt az állapotot, tehát ez egy rendkívül nagy frusztrációt okozott, főleg a sepsiszentgyörgyi elitben. Az aktivisták nem kerülnek be a vezetésben, valamint iparilag teljesen háttérbe szorul ez a vidék.
A kombinátot az etnikai arányok megváltoztatására is felhasználta a hatalom. A legfontosabb székelyföldi város hangulata rövid idő alatt megváltozott. Úgy jártam jóformán Marosvásárhelyen, mint egy alvajáró. Voltam olyan naív, hogy én úgy éreztem, hogy ez lehetetlen, ez nem történhet így, ahogy történik. Éjszaka ugye leverték a felségjeleket az épületekről, és nap mint nap megleptek valamilyen eseménnyel, amely arra utalt, hogy a magyar nemzetiséget visszaszorítják mindenféle vonatkozásban, a vállalatokon belül, akár az utcán is. Érezhető volt, az ember a bőrén érezte. 1965. márciusában meghalt Gheorghe Gheorghiu Dés. Utódja Nicolae Ceausescu lett. Az ő nevéhez fűződik az 1968-as újabb közigazgatási átszervezés, amikor létrehozták a mai megyerendszert. A már csak nevében autonóm tartomány akkor tűnt el végleg a térképről. Bukarest azóta sem akar hallani autonómiáról. A román politikai elit egy jelentős része, döntő többsége azt gondolja, hogy taktikai, politikai szempontból az autonómia, mint olyan etnikai kritériumok alapján nem jár senkinek. Tehát azt a központosított francia modellt viszik tovább, amely azt mondja, hogy az autonómia az megbomlasztja gyakorlatilag a politikai egységet, enklávékat hoz létre, és a román politika az mind az ördög a tömjéntől, félettől, a kifejezéstől. Még a decentralizációt is nehezen fogadják el, tehát az apró lépésű központi hatalmi leépítést is nehezen fogadják el. A 21. században is erős központi irányítás jellemzi Romániát. Politikai és gazdasági téren meghatározó Bukarest szerepe. A történelmi Székelyföld jelentős része viszont még mindig magyar többségű régiót alkot.